A Miskolci püspöki székházban vagyunk, annak a kápolnájában. 10 éve szenteltük föl ezt a kis kápolnát, amikor még annak idején Benedek pápa döntése alapján a környékbeli egyházközségek Miskolci központtal egy püspökséggé alakultak, és engem ide neveztek ki. A gondviselés döntését elfogadva az elmúlt 10 évet szinte maradéktalanul itt és a környéken töltöttem, és igyekszem mindent megtenni azért, hogy Krisztus egyháza itt, ebben az új egyház megyében is felvirágozzon. Az elmúlt években olyan kisugárzása lett egyházunknak, amely a tanulói ifjúságot is, az egyetemistákat is, és a fiatal felnőtteket is megérinti. Egy papcsaládnak első szülött gyermekeként nagyon nehezen jöttem a világra, ezt csak utólag édesanyám beszámolójából tudom. Már a császármetszéshez minden elő volt készítve, olyan nagy darab legény voltam, és még egy utolsó próbálkozást javasolt a szülész főorvos édesanyámnak, és na, amikor megláttak engem, akkor összecsapta a kezét. 1960-ban az akkori intézményben a főorvos, hála Pócsi Szűzanyának. Így került az én nyakamba 60 éves koromban ez a nyaklánc, amit a püspök testvéreimtől kaptam, a Mária Pócsi Szűzanyának és a megváltó Jézusnak az ábrázolásával. Édesapám javaslatára jelentkeztem Pannonhalmára, és nem bántam meg, mert a Bencés gimnáziumban nagyon sok újat hallottam, tanultam. Én ott a kis faluban, Nyírparasztnyán meg voltam győződve róla, hogy én, mint görög katolikus, a legtökéletesebb egyházban élek, és én vagyok az igazi görög. Aztán a pannonhalmi bencések megkérdezték, hogy és mi közöm a görögséghez, és akkor elkezdtem görögül tanulni, ógörögül, Csóka Gáspár atyától. Ő tanított meg latinul is. Egy másik atya a németet gyakorolta velem egyéni foglalkozásban, Söveges Dávid atya, akit annak idején a kommunisták majdnem agyonvertek az 1956-os események kapcsán. Egy másik idős atya franciára tanított meg, amikor látta, hogy érettségi előtt unatkoznék, és azt mondta, unatkozni nem szabad, és használjuk ki ezt a 2 hónapot arra, hogy megtanuljak franciául. Tehát azoknak az atyáknak a gondoskodása, akik különleges helyzetüknél fogva a pedagógiára adták a fejüket, egy életre meghatározta a jövőmet. Az Úristen kinyilatkoztatása először héber nyelven, de utána görög nyelven fogalmazódott meg. És 2000 éve, akik görögül olvassák az Isten igéjét, olyan előnyben vannak másokhoz képest, amit el se tudunk képzelni, így egyszerű magyar fejjel. Számomra a görög atyák gondolkodása, lelkisége annyira jelentős, hogy minden ma felvetődő kérdésnél is abból indulok ki, ők annak idején hogyan reagáltak a hasonló kihívásra, a hasonló kérdésekre. Ők, akik a Szentírást eredetiből olvassák. Antiókiai Teofilosznak 3 könyve került kezembe, hogy kiadásra újra előkészítsem, lefordítsam a műveit, és akkor éreztem át, hogy amit lelkipásztori feladatként érzünk itt, azt 1820 évvel ezelőtt, azaz antiókiai püspök görögül már leírta, megfogalmazta, hogy hogy kell az életet védeni, hogy hogy kell az Isten létezését az emberek számára nyilvánvalóvá tenni, és újra meg újra visszatérek a gyökerekhez,
mert mai kérdésekre is ezekből a gyökerekből lehet igazán tartós választ adni. Amikor pappá szenteltek, akkor Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt üzenetéből vettem egy mottót: ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. És ezt megtapasztaltam. Már édesapám annak idején, 10 éves koromban megjövendölte, hogy ha bármikor szeretet nélkül kutatok, tudományt végzek, nem fog érni semmit. És ezt így éltem át, így tapasztaltam. Amikor a püspöki kinevezést kaptam, egy új mottót kellett találnom, és arra a sajátos élethelyzetre is válaszolt a 17. Zsoltár kezdő szava, amely kivont engem a szerzetesi édesmagányból, és bevont a világi és egyházi élet kellős közepébe. Mintha tőlem is megkérdezte volna az Úr, hogy szeretsz-e engem, ahogy Pétertől megkérdezte 3-szor. És a Zsoltár szava erősített meg: szeretlek téged, Uram. És rájöttem, hogy ugyanez volt a jelmondata annak a Romzsa Tódor püspöknek is, akit a Felvidéken, Kárpátalján kivégeztek a hitéért, és ugyanennek a Zsoltárnak a következő szavai voltak a jelmondatai annak a legelső miskolci exarchának, aki az elődöm volt, akinek a székében ülök, Pap Antal érseknek, aki 90 éve vezette az itteni exarchátust. Szent Pálnak a szavai mindig visszhangoznak, hogy ma még csak tükör által homályosan, de akkor majd színről színre szeretnénk az Istenlátást a maga teljességében színről színre megtapasztalni, ott és akkor, ahol a Jóisten majd ezt megengedi. Thank you.